Azt mondta, hogy nőtlen, így hát rögtön egymásba szeretett. Nagyon szépen.
készítettem a mennyországot, és akkor megtudtam. Nőtlen, egy rád, 6 felesége is volt, és hormonból találtam, aznap egyszer is hazajött. Én töltöttem neki egy pohárikat, és rendesen tudtam, hogy vannak olyan pasik, akik nem bírják az arzént. Úgy kellett meg! És tálalom a csirkét vacsira, ahogy az egy rendes házi asszonyhoz illik, amikor beront a férje, egy merő féltékenységi rohamban. Tukta teljes emberrel! Fordítja. Tukta teljes emberrel! Aztán beleszaladt a késembe. Beleszaladt a késembe, vagy tíkszer! De nem zaj! Én ártatlan vagyok. Nem értem, miért nem jelentettem, hogy érkeztem. Próbáltam a rendőrségre megmagyarázni, de nem értettek. Igen, de ez egy tetszett. Á-á! Nem bűnös! A kártámok és a férjem kárékkal is fordítom. A számnak az volt a vége, hogy megcsináltunk, vagy húzódást rettentő gyorsan. Cigánykerék vissza, szartó, szóval így egyiket a másik után. Azon a bizonyos éjszakán, hiszen a Cicero hotelban voltunk. Hárman üldögéltünk a szállodaszobában, kicsit piáltunk, hülyéskedtünk meg minden. Aztán elfogyott a jég. Mire én lementem, hogy húzzak. Visszamegyek. Kinyitom az ajtót, hát mit látok. Charlie-t meg Veronikát, amint éppen egy új számot gyakorolnak. A 17-es volt. Francia spárga. Esküszöm, hogy sokkot kaptam. Tisztára fekete lesz előttem a világ. Semmire sem emlékszem, csak amikor már a vért mostam le a kezemről. És akkor döbbentem rá. Te jó Isten, ezek meghaltak! Úgy kellett neki! Úgy kellett neki! Folyton kerestem magát, de nem rágni. Fuk, nem bírják az arcét.